You hear the clock tick, feel the panic in your shoes. You know they're telling you it's time to leave, but the cool water holds you like a fish in the sea. I said, ooh, you're sinking deeper and deeper. It's like you're stuck in an invisible net, and you just can't stop those waves from crashing over your head. And it's like I said, you know you're acting like your mom would take you by surprise. So why'd you keep on falling for those bedroom eyes? 20 seconds more and you'll be in the hay. So finish up your drink and get me on your way. So what now? Here comes the choice that you make. Which body parts will call the shots today? So please take my advice. Only try to be nice. Just don't do what I do. What I say. Köszönjük szépen a figyelmet és a lehetőséget, hogy itt lettünk. Foglaljuk össze, tehát akkor, hogy miről kell otthon beszélni, hogy volt itt a meteorológus, mit mondott? Akkor lesz jégemelkedés, vízszintemelkedés, lesz? Lesz. Tehát akkor holnap éjjel lesz, vagy nem lesz 20 év múlva? Lesz. Igen? Legyen. Jó, legyen, persze legyen. Ez úgyis lebeg egy kicsit a vízkóban. Jó, Magyarországon milyen káros hatásai vannak a klímaváltozásnak? Sivatagosodni fogunk, lesz-e narancsültetvény az Alföldön, vagy nem? Ha megkérdezik. Nem? Lesz. Lesz-e újra három tenger partja Magyarországon? Nem tudom, hogy lesz. Igen, lesz. Ez a mi életünkben mire sarkalhat minket? Gyűjtsük-e szelektíven a szemetet? Igen. Próbálj meg tartósítószermentes Red Bullokat inni. Igen. Próbálj meg kicsit közelebb kerülni magunkhoz, ezáltal a családunkhoz, ezáltal a szűkebben vett környezetünkhöz is, ezáltal generálni valamiféle változást. Igaz, még ezt is mondta Lajos bácsi. Azt mondta még vajon, hogy higgyünk-e az időjárás jelentéseknek? Nem. Azt mondta, hogy nem. Jó, akkor ennyi. Tehát időjárás nem szabad hinni, emelkedés lesz. Narancsliget nem biztos, Magyarország háromtenger újra biztos. Mi pedig azokat a fogalmakat vettük át, hogy tornázni, tehát földlakó gyerekeknek el kell mutogatni ezt. Ez mindenképpen volt egyfajta
angol-magyar lipikóka játék, hogy ki melyiket élvezte, vagy értette meg jobban, ez szerintem nem kérdés, mert lassan egynyelvűség irányba megyünk, tehát ezt is meg kell jegyezni a zenekarról. Van még a szakrális irány, tehát hogy a segítségre szükségünk van, és aki elkövette a bajt, annak ott nem lesz vége, és akkor az valahogy próbálja meg feloldani a problémákat magába. Ez még egy üzenete volt a mai koncertünknek, és az utolsó üzenet pedig talán az egyik legfontosabb, hogy... Hát nem, még valami olyasmire gondolok itt, hogy a zene összehozó ereje és a zenének a szépsége az talán még így fontos. Úgyhogy ezzel a 8, ha jól számolom, 9 üzenettel engedünk titeket haza a hétvégén.